Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plusz Televízió közéleti magazinjának 8. adásában. Bibók Barbara vagyok. A mai napon szót ejtünk a Galgamenti Népfőiskola tevékenységéről, az Aszódi STK napjainkat is érintő problémájáról, valamint az egészséges életmód és a sport fontosságáról, kiemelve a gyógytestnevelés prevenciós szerepét. Továbbá ízelítőt kaphatnak kedves nézőink a Moccany Karttal elnevezésű Karttali Sportnak programjaiból. Első vendégem dr. Magyari Beatrix, az Aszódi Rendelőintézet igazgatója. Szeretettel köszöntöm, Beatrix, üdvözlöm. Beatrix-szal mai napon az Aszódi Rendelőintézet helyzetéről és jövőbeni sorsáról beszélgetünk. Szeretném megkérdezni, Beatrix, hogy mi az a jelenlegi problematika, ami miatt ugye ide leültünk, és mi az, amit elmondhatunk az Aszódi Rendelőintézet közelmúltjáról, illetve jelenlegi helyzetéről? Hát azt hiszem, a beszélgetésünk kiváltó oka az a sok mindenféle rém és valóságos hír, ami itt össze-vissza terjeng, nem csak Aszódon, hanem a hozzánk tartozó településeken, a rendelőintézet bezárásával kapcsolatban. Most mielőtt bármi más dologra rátérnénk, azt hiszem fontos lenne hangsúlyozni, hogy a rendelőintézetet jelenleg működtető MedCenter Kft. Sem jogilag, sem semmilyen szempontból nem zárhatja be a rendelőintézetet. A működtető legfeljebb visszaadhatja az önkormányzatnak, erre a szerződésben joguk van. A fenntartó önkormányzat köteles visszavenni a rendelőintézetet, a további lépéseket pedig ők fogják meghatározni, de ez egy hosszú, több hónapos procedúra, tehát jelenleg erről beszélni, hogy bezár a rendelőintézet, teljességgel felesleges. Az, hogy végülis ezek a hírek terjedtek, természetesen nem nélkülöznek mindenféle valóság alapot. Miért terjedtek? Honnan jöttek ezek a hírek tulajdonképpen? Hát egyre világosabbá vált, hogy a rendelőintézet finanszírozása abszolút megoldatlan. Azt nem tudom, mennyire ismerős, hogy a közfinanszírozott egészségügyi intézmények két bázison nyugszanak anyagi szempontból. Az egyik a egészségbiztosítótól, OEP-től mindenki így ismeri, kapott teljesítés finanszírozás, másrészt pedig a fenntartó lett légyen az akárki, jelen esetben az önkormányzatoktól nyújtott pénz. No most, az Aszódi Rendelőintézet teljesítése 134%-on van, felülről korlátozták azt a teljesítést, amit kifizett minden egészségügyi intézménynek az OEP. Ezt már mindenki tudja, TVK-nak hívják, teljesítmény volumen korlát. Tehát ez a felülről korlátos teljesítés azt jelenti, hogy én megvizsgálok 10 beteget, de nekem csak 8 betegre van teljesítési lehetőségem, fentmaradó 2 beteg nincs benne a keretbe, így van, azt én saját zsebből fogom finanszírozni. Na most ezt mi ugye 134%-on teljesítjük, nem mi számoltuk, ez OEP nyilvános adat. Pontosan ezt próbáltuk mi meglovagolni, amikor mindenféle lobby tevékenységekbe kezdtünk, hogy ez így nem működhet. Hát, hogyha valami 100 forintba kerül, és én arra csak 80-at kapok, teljesen egyértelmű, hogy előbb-utóbb be fog következni az a helyzet, hogy tarthatatlan a fenntartása. A fenntartó önkormányzat teljes joggal azt hiszem azt mondja, hogy a rendelőintézet betegforgalmának mindegy 30%-át teszi ki az aszódi beteglétszám. Az összes többi a hozzánk tartozó 12 településről származó beteg. Miért csak az ő feladatuk lenne a beázott tető és a nem tudom én feljött csempe és az ilyeneknek a rendbehozatala? Tehát tulajdonképpen arra való hivatkozással, hogy önhibáján kívül forráshiányos önkormányzat, nincs pénzük. Igen, tulajdonképpen ez volt már 2006-ban a működtetésbeadásnak is a legfontosabb indoka, és úgy látjuk, hogy az önkormányzatok helyzete is egyre rosszabb, ez az indok fokozódott, nincs pénz. Ezt a betegek is látják, mi különösen látjuk, és a működtető pedig azt mondja, hogy elég volt, ő nagyon sok pénzt beletett már ebbe, és nem látja a kifelé menő
utat, nem látja azt, hogy valaki egyszer majd csak felkarolja már az egészségügyet. Ez nagy politikai kérdés, az, hogy a prioritásokat hová tesszük, helyben is az, a nagy politikában is az. Ebben sem ők, mármint hogy a MedCenter, mint működtető, sem az aszódi önkormányzat, mint fenntartó önkormányzat, önmagában azt hiszem, hogy nem fog tudni lépni, és ugye hallják a betegek, látják a betegek, és egyre rosszabb, és már megint csak azt hallottuk, hogy nincsen pénz, és megint csak azt hallottuk, hogy nincsen pénz, és valószínűleg így jött aztán ez a rémhír, hogy na hát akkor most holnap utántól bezár a rendelőintézet. És ugye a rémhírnek egy másik összetevője, hogy ugye nagyon sokan azt hangoztatják, hogy majd a MedCenter zárja be. Ezért hangsúlyoztam, hogy a MedCenternek sem joga nincsen bezárni, sem szándéka sincsen bezárni, hiszen mondjam azt, hogy jó, ez egy non-profit cég, de hát ha már beletette a pénzét, legalább az eredményét szeretné látni, nem a pénzét vissza, hanem az, hogy működik az, amiben ő beletett energiát, pénzt, ismeretséget, mindenfélét. Na most, hogyha ő egyszerűen lehúz a rólót, akkor mire volt az elmúlt pár év? Akkor felesleges volt. Tehát nekik ez nem céljuk semmiképpen. Igen. Így van. Illetve itt a probléma kapcsán elkezdődött egy kezdeményezés a tavalyi évben, a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány. Ugye ez az alapítvány hogyan is jött létre, és miért működik már ebben az évben? Bodó doktor, aki előttem volt a rendelőintézeti igazgató, hát mondjam azt, a saját bőrén érezte, hogy mennyire nem működtethető a dolog az állami pénzekből, és ő közben önkormányzati képviselő is volt. És amikor azt is látta, hogy az az oldal sem annyira segítőkész, mint amennyire szerette volna mondjuk, én vagy gondolta, akkor a saját képviselői díját felajánlotta egy alapítvány létrehozására, hogy hát ha. Na most ezzel mindenki tudta, ő is tudta, mi is tudtuk, akik a kuratórium tagjai vagyunk, hogy nem az alapítvány fogja megmenteni a rendelőintézetet a pénzügyi nehézségektől, de szerettük volna, ha a betegek, ennek a 12 településnek a lakossága tisztában lenne azzal, hogy igenis segítségre szorulunk, és hogy ez a segítség nem pusztán 10 forintot feladok csekken, és ezzel megoldom a problémát, és sokkal inkább tárgyasult segítségekről beszélnék, hogy segítsenek nekem abban, hogy mozog a csempe a lábam alatt, és esetleg lerakok 3 padlólapot, vagy beázik a tetőm, és akkor oda jön egy mellesleg volt is, és azt nagyon szépen köszönöm, nem nevesíthetem meg, de volt egy jelentkező, aki az én tető problémáimat, illetve a rendelőintézet tető problémáit megoldja. Szóval ilyenekre gondoltunk. Önérdekből, szociális munkában felajánlások, segítségnyújtások, nem feltétlenül pénz segítség. Igen, tehát mindenféle, ami a betegek és uram, bocsánat, dolgozók körülményeit javítja. A működtetése majd csak találunk megoldást. Ahogy a MedCenter igazgatója mondta volt, ez a roncsderbi, ami most folyik, nem mehet vég nélkül. Tehát valószínűleg valahol valaki ki fog találni valami olyan dolgot, hogy normálisan, legalább a működést normálisan fedezzék. De ami a körülményeket illeti, hogy milyen körülmények között vár a beteg, és hogy milyen körülmények között dolgozik az, aki mindamellett, hogy 4 éve egy forint fizetésemelés nem kapott, mert örül, hogy még a bért ki tudjuk kalkulálni. Szóval nem mindegy az, hogy hol, nem mindegy, hogy hogyan. És nem mindegy, hogy milyen szívvel. És ugye nem egy települést érint. Hát ez 12 település. Az aszódiakról van szó. Hát ezt mondtam ugye, hogy a betegforgalomnak csak 30% a helyi. 12 település tartozik hozzánk kötelező ellátásban. Most ezt nem tudom, mennyire ismert, hogy áll ez össze, hogy egy rendelőintézet milyen szakmákkal dolgozik, és milyen települések tartoznak hozzá. Lényeg az, hogy az OHEP kiosztott kapacitásokat, amire szerződést kötött szakorvosi rendelőintézetekkel. Tulajdonképpen az aszódi rendelő elég jó helyzetben van, ami a szakma struktúráját illeti. Olyan szakmákra is kaptunk engedélyt,
például allergológia, ami meglehetősen ritka, és még szakemberünk is van, aki ezt művelni tudja. És ezekhez a kapacitásokhoz hozzárendelt ellátási, kötelezően ellátási területeket. Ez 12 falu, Váckisújfalutól Turáig bezárólag, 38.500 ember az utolsó adatunk szerint. Én azt gondolom, hogy 38.500 ember megérdemelné azt, hogy komolyan vegyék ezt a problémát. Nem csak a mi 56 dolgozónk, hanem ez a 38.000 ember, akinek nem mindegy, hogy hol, és nem mindegy, hogy milyen körülmények között kap ellátást, és milyen ellátást kap. És ugye másik oldalát tekintve pedig ez a 38.500 ember ugye bőven elég arra, hogy egy összefogás megvalósulásával ezt a helyzetet orvosolni tudja. Mi nem is tudunk mást kérni a lakosságtól, csak minden beteg, aki, és ki az, aki nem érintett az egészségügyben, vagy volt, vagy van, vagy lesz. Tehát mindenki, aki ebben érintett, a saját önkormányzatára kellene hason, hogy ez a 12 település üljön össze, és valahogyan egyezkedjenek meg, hogy nem hiszem, hogy 12 felé osztva azt a költséget, ami Sztán polgármester úr számolta ki, hogy fejenként 79 forint, akárhány fillér jön neki egy hónapban, ami fenntartási hiányunkat pótolná. Tehát nem hiszem, hogy ne találnának rá megoldást, hogyha mindenképpen akarnának megoldást találni. És mi ezt kérjük a betegektől, hogy hassanak oda, hogy igenis vegyék már komolyan ezt a problémát. Mert polgármesterek is lehetnek még betegek. Én azt hiszem. Hogyne. Milyen fórumokon lehet elérni az alapítványt, illetve hogyan lehet önökkel kapcsolatot létesíteni, hogyha valaki szeretne tenni az ügy érdekében? Most momentán éppen készül egy honlapunk. Nem tudom, hogy mikor lesz készen. Én ehhez annyira nem értek, hogy valóban nem tudom. A rendelőintézetben megtalálhatóak vagyunk. Én telefonon megtalálhatóak vagyunk. És azt hiszem, hogy bárki bármilyen segítséget tud nyújtani, elébe is megyünk, mert ez közös érdek. Illetve, ha jól tudom, akkor 2013-tól már az adó 1%-kal is lehet támogatni az önök alapítványát. 2013-at meg kell érjük. Így van. Úgyhogy, de remélem, és akkor valóban lehet az 1%. És hát ugye elsősorban pedig nem is a pénzfelajánlások azok, amik itt fontosak lenni. Nem fogjuk visszautasítani. Nem, éppen azért megmutatjuk az alapítványnak a számlaszámát is, hogy ugye azért tudjanak a kedves nézők tevékenyen részt venni ebben a dologban, de természetesen várjuk az anyagi segítségen kívül a fizikális és tárgyi jellegű, illetve a humán erőforrás jellegű hozzájárulásokat. Kedves Beatrix, köszönjük, hogy a vendégünk volt és ellátogatott hozzánk a stúdióba. A jövő héten pedig tovább folytatjuk beszélgetésünket az ASZFUDI STK problematikájáról, amikor is vendégünk lesz itt a stúdióban dr. Bodó Zsolt, illetve dr. Gevorgyán András, az alapítvány, illetve a MedCenter képviseletében. Az alapítvány számlaszámát kedves nézőink láthatják a TV képernyőjén, valamint rendszeresen láthatják az alapítvány elérhetőségét képújságunkban is minden nap. Kérjük, hogy segítő szándékukkal keressék fel az alapítványt, és ne feledjük, az ASZFUDI STK problémája legyen a mi szívügyünk is. Köszönöm szépen, doktornő! Beszélgető partnerem itt a stúdióban, Juhász Tamásné Ica, szeretettel köszöntelek, és ugye a mai adásban a gyógytestnevelésről fogunk veled beszélgetni egy picit. Első kérdésem az lenne, amit nagyon fontosnak tartok, hogy itt a kedves nézőkkel is tisztázzunk, hogy mi is a különbség a gyógytorna és a gyógytestnevelés között, mert ugye a köztudatban ez nagyon sokszor keveredik. Igen, és ez egy nagyon lényeges kérdés, mert a gyógytestnevelést, hogyha kicsit hivatalosan akarom megfogalmazni, ez egy tudományág tulajdonképpen, de egy határtudomány, ami a testneveléstudomány és az orvostudomány határán áll. Az orvostudományhoz a céljait tekintve, a javallatait és az ellenjavallatait tekintve tartozik, és a módszereit tekintve pedig a testneveléstudományhoz, hiszen a testnevelés módszereit, a gyakorlatait alkalmazza a gyógytestnevelés is. Miben más ehhez képest a gyógytorna?
A gyógytorna az az egészségügyi intézményekben folytatott gyógyító gimnasztika tulajdonképpen. Értem. Ugye manapság az elmúlt években lett ennyire felkapott és központi téma maga a gyógytestnevelés, a gyógytestnevelés alkalmazása. Miért jött ez be ennyire a napjainkban? Miért kell erre ekkora hangsúlyt fektetnünk? Tulajdonképpen ez civilizációs betegségnek mondhatók a mozgásszervi elváltozások, amik kialakultak, a mozgásszegény életmód következménye mindez. Így van, te ugye óvónőként a Kartali óvodában dolgozol, és emellett a gyógytestneveléssel foglalkozol. Gyerekekre fókuszáltan végzed a gyógytestnevelést. Miért éppen a gyerekeknél jelentős ez a foglalkozás? Ortopédiai szűrővizsgálatok országos mérések voltak, és az kiderült, hogy az 5-14 éves korosztályban nagyon-nagyon magas az aránya a tartási és gerinc elváltozásoknak. Ez 20-40%, és ez nagyon magas. És a elhízott gyerekek száma is magas. Tehát a gyógytestnevelés nem csak a tartási rendellenességekkel foglalkozik, a hanyagtartással, gerincfeldüléssel, hanem foglalkozik az elhízott gyerekekkel is, sőt a belgyógyászati betegségekből adódó problémákkal is. Igen. Tehát nagyon magas arányban mutatták ki ezeket a tartási rendellenességeket gyerekeknél, és én is látom, hiszen nálunk az óvodában is volt szűrővizsgálat, és elég sok gyereket kiszűrtek, a hanyagtartás az első óvodáskorban megjelenő probléma, és a lábstatikai rendellenességek, ez például a lúdtalp. Uh-huh. Ezek a szűrővizsgálatok, amikor a gyermekek bekerülnek az óvodába, akkor megtörténnek, és utána rendszeresen ismétlődő tendenciában? Igen, és ez törvény is szabályozza, tehát bekerül a gyerek az óvodába, már a kis csoportosokat is mérik, ortopéd orvos jön ki, ide a helyben az óvodában, mondjuk ez nálunk egy ilyen helyi adottság, és ő fölméri a gyerekeket, és kiszűri a problémás gyerekeket, és úgy kerülnek hozzám, és ez ismételve van ez a szűrés minden évben. Sőt, akinek ugye a problémásabb, azokat esetleg javasolja a doktornő, hogy fél évente menjenek el szűrővizsgálatra, az már nem itt az óvodában történik, de évente tehát ez itt. Ez már specializált részt. Igen, de évente itt az óvodában megtörténik. Így van. Tehát akkor, ha jól értem, a komolyabb esetek már ugye a gyógytornához tartoznak, ahogy ezt az elején megbeszéltük. Igen. Gyógytestnevelés keretében ugye itt a Kartali óvodában tulajdonképpen beépítve végzitek ezeket a feladatokat a testnevelés órákban, vagy külön foglalkozást létesítettetek erre? Azt elmondhatom, hogy kolléganőimmel nagyon-nagyon odafigyelünk a mozgásfejlesztésre. Ez mindig is szerintem az óvoda erősségének számított. A két gyógytestnevelő van az óvodában, szerintem ez nagyon helyi specialitás. És ezen kívül a kolléganőim is elvégeztek egy 30 órás továbbképzést. Ez is speciális volt, mert az oktató idejött Kartalra, és itt tartotta meg ezt a továbbképzést, amiben olyan gyakorlatok és játékok szerepeltek, amik mozgásfejlesztő jellegűek voltak, és korrekciós gyakorlatokkal, amit az óvónők be tudnak építeni a mindennapi életbe, tehát a mindennapi munkájukba. Például egy lúdtalp, vagy egy lábstatikai rendellenességnél, ez az óvodánkban szinte minden nap tartunk ilyen jellegű foglalkozást, tehát ami a lúdtalp megelőzése vagy a lúdtalp kezelésére szolgál. És akkor ezen kívül szorosan együttműködve az óvónőkkel dolgozom én, mint gyógytestnevelő. Ide pedig úgy kerülnek a gyerekek, amit már mondtuk, hogy a doktornő fölméri a gyerekeket, és kategóriákba sorolja, és azt szerint tudom én összeállítani a csoportot, és azok a gyerekek kerülnek hozzám, akikkel valamilyen probléma van, látható, vagy tartásban, így van. Milyen gyakorlatokat szoktatok a gyerekekkel végezni ezeken a foglalkozásokon? Tehát megvan egy speciális tartási hiba mondjuk, milyen gyakorlat tartozik hozzá, amivel ezt korrigálni és helyrehozni lehet? Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert azt szeretném megerősíteni, hogy a szülők azt lássák, hogy a gyerekek itt játékos formában dolgoznak. A játékba csempészem bele azokat a gyakorlatokat,
amik korrekciós gyakorlatok, és a gyerekek észre sem veszik, hiszen a játék örömélményt nyújt nekik, és úgy végzik ezeket a gyakorlatokat, hogy a játék hevében észre sem veszik, hogy ők mit csinálnak. És ezen kívül pedig rengeteg eszköz áll, rengeteg eszközünk van. Speciális eszközök is vannak, igen. Vannak érisztterápiás eszközök, ezek tényleg speciális eszközök, mindenféle henger, kúp, és ezen kívül labda, gömbösbot, kendők, rongyok, babzsák, tehát mindent fel lehet használni. Általában minden második vagy harmadik foglalkozáson valamilyen eszközt szoktam én is bevinni, például a gömbösbotot, ami egy nagyon jó eszköz, mert a korrekciós helyzetet rögzíti. Tehát a gyerek fölveszi ezt az eszközt, az alaphelyzetbe beállítom, és kézbe veszi, igen, de gurítani is, és bármit lehet vele, de az az alaphelyzet, a kiinduló helyzet nem mozdul el, mert a bot, ugye ahogy tartja, nem engedi, hogy az a helyzet elmozduljon, tehát hogyha egy egyenes tartást szeretnék, és hátra tesszük a botot mondjuk ide a nyakunkhoz, akkor az a helyzet, bármikor, ha elfordulunk, vagy ha hajolunk, az a helyzet megtartott. Ezen kívül ugye súlyzóként is szolgálhat, persze, ugye pille könnyű, de azért a gyereknek nem biztos. A gyerekeknek nem, igen. És a kézizmait is erősíti. Uh-huh. Párban is dolgoznak egyébként a gyerekek? Igen, párban is dolgozhatnak. Nem csak eszközökkel. És az a lényeg, hogy tulajdonképpen itt a törzsizomzatot fejlesztük elsősorban, és van még egy nagyon fontos eszközünk, ezek a természetes támaszgyakorlatok, kúszások, csúszások, mászások, egyensúlyozások. Ezek azok, amik nagyon-nagyon fontosak, és nem is találhatunk jobb eszközt ezeknél, mert arányosan fejleszti a törzs mindkét oldalát, és ez nagyon fontos dolog, hogy ne egy oldalon legyen terhelve a gyerek. És a kúszás, csúszás, mászás rengeteg játékkal, gyakorlatokkal nagyon-nagyon szokták szeretni a gyerekek. Hiszen egyébként is erre van igény. Így van, mert nagyon nagy a mozgásigényük, és elsősorban ezt a nagy mozgásigényt ki kell elégíteni, és hogy megszeresse a gyerek a mozgást, és később se ne úgy gondoljon a mozgás, hogy én ezt nem szeretem, nem csinálom, hanem igenis szeresse, és akkor később se fogja abba hagyni a sportot. Folytatni fogja, és ha jól tudom, akkor ti is folytatjátok óvoda után is ezt a tevékenységet, illetve te elsős, másodikos diákoknak is tartasz foglalkozásokat általános iskolában, ugye? Igen, igen. Ettől az évtől volt rá lehetőség, hogy az általános iskolában is megszervezzük a gyógytestnevelést. Ez felmenő rendszerben fog működni. Egyelőre ebben az évben első osztályosoknak tartottam, heti kétszer, és hát reményeink szerint a következő évtől a felmerő rendszernek az a lényeg, hogy a második osztályosok lesznek, akik most elsősök voltak, és aztán most az elsősöknek is, és szépen lassan negyedik osztályig tudok én foglalkozni a gyerekekkel. Tehát folyamatosan egy ilyen ívet biztosítotok, igen, ennek a foglalkozásnak. Igen. Az iskolai, illetve az óvodai kereteken kívül van-e bármi más szabadidős szakkör keretében működő lehetőség arra, hogy valaki gyógytestnevelésben vegyen részt itt a környéken? Sajnos most nincs rá lehetőség. Régebben a Kristályházban működött mozgásfejlesztés, és igény szerint jelentkeztek a szülők, voltak Aszódról is, volt, aki Versegről, és igénybe vették ezt a szolgáltatást, az természetesen az fizetős volt, de amúgy itt az óvodában, iskolában ez teljesen ingyen van a gyerekeknek, és igazából megkeresnek engem szülők, egyéni gyakorlatokat tudok javasolni, de igazából most így külön foglalkozásra nincs lehetőség. Értem. Milyen elérhetőségen tudnak téged a szülők felkeresni, hogyha tanácsra vagy segítségre van szükségük a gyermekük tartásával kapcsolatban? A kartali szülők ismernek, mint óvónő, úgyhogy itt az óvodában bármikor megtalálható vagyok. Ezen kívül telefonszám és e-mail címmel lehet esetleg elérni. Tehát akkor a képernyőn látható elérhetőségeken kereshetik itt a kedves nézőink. És akkor mi az, amit így a tévéképernyőn keresztül üzennél a szülőknek, a gyermekeknek a hétköznapokban, a mindennapok során, hogyan tudnak odafigyelni önmagukra, vagy a szülők saját gyermekeikre a
problémás testtartás megelőzése érdekében? Nagyon fontos, hogy hagyjuk mozogni a gyereket, hiszen említettem, hogy nagyon nagy a mozgásigényük a gyerekeknek, tehát ne az legyen, hogy a tévé elé beültetjük őket, hanem igenis rengeteget mozogjanak a szabadban. Egyszerű gyakorlatokat, ami a helyes testtartásra van, azokat nagyon szívesen elmondok egy párat. Például, hogyha a fal mellé állítjuk a gyereket, vagy saját magunkon is kipróbálhatjuk, és a fal megadja a gerincnek az egyenességet, és ellépünk utána a faltól, és akkor ezt az egyenes tartást próbáljuk tudatosan megtartani. Ez a gyerekeknél is különben működik, imádják is ezt a játékot, vagy például lefekszünk a hátunkra, és akkor ott próbáljuk meg beállítani. Különben nagyon lényeges a csípő mozgatás, tehát a medence billentése. Igen, ezt gyerekek is nagyon-nagyon szeretik, és meg is tudják csinálni. Ezen kívül nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a cipőre, tehát hogy milyen lábbelit veszünk a gyermekünknek. Sajnos azok a lábbelik, amelyek jól tartják a bokát, azok azért elég drágák, de azért próbáljunk meg néha, vagy próbáljanak meg a szülők beruházni ilyen cipőkre, mert ez nagyon fontos. Aztán, hogy milyen iskolatáskát veszünk a gyereknek, az is lényeges. Főleg az iskola kezdésnél, igen, most szeptember, igen, előtt. Mert ezek az oldaltáskák lehet, hogy nagyon divatosak, de nagyon egy oldalon terhelik a gerincet, tehát inkább hátizsákot. Azért ezt szokták a szülők tudni, és hát lényeges az is, hogy amikor iskolába kerül a gyerek, hogy odafigyeljünk arra, hogy hogyan ír. Tehát hogyan ül, amikor ír például, de szerintem erre a tanítónők is szoktak figyelni, és otthon is nézhetjük a gyereket a házi feladatírás közben, hogy ne görnyedjen, mindig legyen megtámasztva a könyöke, és a lábai is, tehát ne lógjon, ne úgy üljön a széken, hogy nem ér a talajhoz a lába, tehát ez is lényeges. Úgyhogy ilyen apróságok vannak, amikre fontos odafigyelni. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm, Ica, hogy eljöttél hozzánk, és a vendégünk voltál. Közben én is kihúztam magam, egész jó tartást vettem fel, amíg így meséltél a dolgokról. A kedves nézőknek pedig azt javaslom, hogy akkor a holnapi vasárnap délelőtt alkalmával fogják kézen gyermekeiket, és szaladgáljanak velük egy nagyot a szabadban. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégünket, Galga Hévízről, Nagy Andreát, a Galgamenti Népfőiskola titkárát, akivel a mai napon a Galgamenti Népfőiskola megalakulásáról és annak tevékenységéről beszélgetünk. Kedves Andrea, kérlek, mesélj nekem arról, hogy a Galgamenti Népfőiskola mikor és milyen célra alakult. 1989 óta működik a Galgamenti Népfőiskola. A fő célja végül is a mindennapi élet segítése, de ezen kívül a helyi közvélemény, a helyi nyilvánosság megteremtése, a helyi értékek felfedezése, bemutatása, és emellett természetgyógyászattal, életmóddal kapcsolatos programok megszervezése volt a cél, de ugyanakkor abban az időszakban nagyon fontos volt a közéletből, a politikai változásokból adódó előadások szervezése is. A megalakulást a Galga Farm Egyesület forszírozta, és sikeresen együtt tudott működni a Galga Hévízi önkormányzattal, és így egy alapítvány jött létre 1991-ben. Hogyha a Galgamenti Népfőiskola célcsoportjáról beszélgetünk, akkor milyen korosztálynak és milyen földrajzi területnek szántátok ezt a létrehozott egyesületet, egyesülést? A működési terület végül is a Galgamentére értendő, de a gyakorlati megvalósítás főleg 4-6 településre terjed ki, illetve korlátozódik, tehát leginkább Baktól Turáig, illetve adott esetben Boldog, és még 60 is
gyakran megjelenik hatolni, vagy boldogi, vagy esetleg jászvényszarúi hallgató, érdeklődő. Tehát a terület az így egy ilyen 6-8 település mondjuk. A célcsoport pedig főleg középkorú nők, illetve férfiak, de azért a többségében nők érdeklődnek az életmód, a változtatása, az életmód változtatás kapcsán nálunk. Az elmúlt 3-4, illetve 5 évben milyen rendszeres programokkal szolgáltatok az érdeklődőknek? Hát vannak időszakos programjaink, és vannak állandó programjaink. Állandó programként tudom említeni a jóga foglalkozásokat, illetve a gerinc tornát. Aztán szintén folyamatos programként tudnám említeni az 1997 óta tartó regionális földnapi és regionális komposzt napi programokat, amelyeket viszont óvodai, illetve iskolai együttműködőkkel szervezünk meg, és itt a célcsoport kifejezetten az óvodás, illetve iskolás korosztály, illetve a pedagógusaik. De szerencsére rajtuk keresztül megérintődnek a családok is, tehát egy elég széles merítést ér el ez a környezeti nevelési programunk, és ezen kívül kifejezetten egészségneveléssel, egészségvédelemmel és mentálhigiénével kapcsolatos programokat szervezünk időszakosan. Ha jól értem, akkor itt az életmód kapcsán mind a környezetvédelem, a környezetre való odafigyelés, az egészséges életmód, táplálkozás és a sport is beletartozik az általatok szervezett programokba, illetve előadásokba. Azt szeretném megkérdezni, ha jól tudom, akkor így a komposzt kapcsán egy új projektet is létrehoztatok. Milyen céllal és mi ez a projekt egész pontosan, amit itt publikáltok az érdeklődők és a résztvevők körében? A komposztálást szeretnénk elterjeszteni országos méretekben, és az első lépésként egy jeles napot, egy környezetvédelmi jeles napot szeretnénk ennek kezdeményezni, és ennek az indítását 2011. október 10-ére szeretnénk datálni. A lényege az, hogy egyre inkább eltávolodunk a természettől, sajnos már a vidéken élő emberek is, és vegyük észre, hogy a szerves anyagok újrahasznosítását a saját kis kertünkben is meg tudjuk valósítani. A programot viszont tehát a környezetvédelmi jeles napok köré szerveznénk, így kerül be nem csak a földnapja mellé, nem csak a földnapja, hanem a komposzt napja is egy új fogalomként, és a célunk, hogy óvodákban és iskolákban is ünnepeljék ezt a jeles napot, és legyen ez egy országos program, hogy minden közintézménybe ennek teret adjanak, akár egy komposztáló fölállításával, akár a osztálytermekben, csoportokban a szerves hulladék gyűjtésének, és utána a komposztálóra való kivitelének, akár a komposztban zajló folyamatok vizsgálatára. Tehát nagyon sokrétű lehetőségek vannak, és lehetne a szerves anyagokat újrahasznosítani ezáltal. 2011. október 10-e lenne tehát az első ilyen megünnepelt jeles alkalom, ha jól értelmezem. Hogyha a kedves nézőink közül valaki szeretne csatlakozni az általatok kezdeményezett projekthez, akkor milyen fórumokon keresztül teheti ezt meg, kit kereshet, illetve milyen elérhetőségen? Tehát a háttérben már elkezdődött egy kutatás, hogy hol tart ez a komposztálás programja ma Magyarországon. Tehát civil szervezetek, óvodák, iskolák, hogyha már végeznek komposztálást, akkor egy kérdőívet kitölthetnek, és ezt a honlapunkon is elérhetik. Ez a www.galga-nfi.info.hu. És a másik jellegű támogatás a programhoz való csatlakozás. Akkor ha segítséget, önkéntes segítséget fel tudnak ajánlani, akkor konkrétan a programon tudnak segíteni. Bárki, aki érdeklődik a pedagógia, érdeklődik a gyerekek, érdeklődik a környezeti nevelés iránt.
magán a programon részt venni, programon játékokat kitalálni, tehát nagyon sok rétű szervezési segítséget is tud adni. Tehát akár csak az ötletekkel, akár a fizikai részvétellel, vagy magával a szándékkal már akkor ezt jelezheti felétek. E-mail címben esetleg tudunk-e valami segítséget nyújtani a nézőinknek? Igen, ez a galgaokoinfo@gmail.com e-mail cím, és ez a érdekes kis szó gyakorlatilag a hírlevelünk nevéből adódik, tehát, hogy Galga Ökoinfo hírlevelet készítünk, és körülbelül ilyen két havi rendszerességgel az érdeklődőknek kiküldjük. Galga Ökoinfo, és ennek kapcsán eszembe jutott még egy dolog, ugye ti az Ökofaluval is kapcsolatot ápoltok és tartotok fent Galga Hévízen. Erről, hogyha beszélnél nekünk egy picit, nagyon megköszönném. Gyakorlatilag a kuratóriumunk egyik tagja az Ökofaluban él. És így, hogyha olyan program van, aminek kapcsán szívesen bemutatkozna az Ökofalu, akkor oda is ki tudunk menni, meg tudjuk nézni az ott épülő házakat, az ottani energiarendszert, el lehet beszélgetni az ott élőkkel, hogy miért választották ezt a település részt, miért választották ezt az életmódot. Így szoros kapcsolatot ápolunk velük, igen. Tehát, hogyha az érdeklődők, illetve a kedves nézők szeretnének a Galgahévízi Ökofaluba ellátogatni, akkor szintén a képernyőn látható honlap elérhetőségén keresztül tudnak ebben segítséget kérni, és egy látogatás megszervezését igényelni esetlegesen. Igen, lehet erről is szó. Értem. Ezen kívül a jövőben, még a közeljövőben milyen programokat terveztek, milyen programsorozattal, vagy esetleg egy alkalmas programokkal várjátok az érdeklődőket? Az ősz folyamán szeretnénk az egészséges táplálkozásra ismét nagyobb hangsúlyt fektetni. Elsőként Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök lesz a vendégünk szeptember 27-én. Ez egy keddi nap, általában este 6 órától kezdődnek az előadások, és a téma a cukor egyensúly, cukorháztartás és az egészséges táplálkozás összefüggései, és kifejezetten az egészséges édesítésről is szó lesz. És ez az előadás egyúttal egy bevezetője az egészséges konyha sorozatunknak, amely minden hónapban, október, november, illetve decemberben egy keddi napot erre szánnánk, hogy elkészített ételeket meg lehet kóstolni, illetve az alapanyagokról azoknak az anyagoknak az egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről egy kis beszélgetés, előadás lesz, és recepteket lehet megismerni, illetve csereberélni. Helyileg hol lesz ez az előadás, hová érkezhetnek az érdeklődők? Helyileg Galgahévízen dolgozunk, az ottani művelődési házban, egy emeleti előadóban fogunk találkozni. Tehát a Galgahévízi Kodály Zoltán művelődési házba érkezhetnek akkor a kedves érdeklődők, akik a Galgamenti Népfőiskola újonnan induló gasztronómiai programsorozatán szeretnének részt venni. Ugye Nagy Andrea és társai fogják őket szeretettel várni. Andrea, azt szeretném még tőled megkérdezni, hogy a Galgamenti Népfőiskola eszméinek jegyében mit üzennél műsorunk nézőinek? Nagyon fontos az önmagunkra figyelés, és nagyon fontos az, hogy a helyi emberekkel együtt tevékenykedjünk. Észrevegyük azt, akinek segítségre van szüksége, és ahol tudunk, segítsünk nekik. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönöm, hogy eljöttél erre a beszélgetésre. További sok sikert kívánunk a programok szervezéséhez. Moccany Kartal sportnapot tartottunk Kartalon, május 28-án, és ezzel kapcsolatban érkezett hozzánk a stúdióba beszélgető partnerem Kratofél Sándor, a sportnap egyik szervezője, testnevelő tanár, aki egyébként visszatérő vendégünk. Korábban már pingpong kapcsán is beszélgettünk vele, most pedig a sportnapról szeretném kérdezni, milyen meggondolásból és hogyan jött ez az ötlet, hogy az idén Moccany Kartal sportnapot tartsunk? Hát a települési önkormányzat és azon belül a Kulturális Oktatási és Sportbizottság ötlete volt, hogy legyen a településen minden évben sportnap. Ebből az elgondolásból a KOS bizottság az, aki megszervezte ezt,
és hát szeretnénk, ha minden évben ez egy visszatérő, hagyományos dolog lenne. Elég nagy volumenű rendezményről beszélünk, elég sok fórumon, csatornán keresztül hirdettétek, és ugye kifejezetten a sport jegyében zajlott, de ugye a fizikális sport tevékenységeken kívül más összetevők is megjelentek. Azonban először beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen sport témákban, illetve sportversenyeken próbálhatták ki magukat a résztvevők. Hát itt gyerekektől a felnőttekig bezárólag mindenki kipróbálhatta magát, és választhatott a különböző sportesemények, sportrendezvények közül. A legeslegkisebbeknek, a bölcsödéseknek például kezdődött a mozgásfejlesztéssel, és akár a bemelegítő gimnasztika, amivel kezdtünk, a futóverseny, a futakarttal, a gyerekeknek bemutató mérkőzések, szivacskézlabda, foci, de a teljesség igénye nélkül nem tudom elmondani, nagyon sok minden volt. Igazából nem volt olyan ember, aki ne talált volna magának elfoglaltságot, sportelfoglaltságot, és ezen kívül még különböző bemutatók is színesítették a sportnapot, hát aminek passzív résztvevője kellett, hogy legyenek az emberek, de nagyon sikeres dolgok voltak. De mégis részt vehettek itt. Igen, részt vehettek. Említetted, hogy futottak karttal. Hogyan futottak karttal? Kik futottak? Merre futottak? Hát milyen távokon? Először is a bemelegítő gimnasztikával kezdtük, mert azzal illik, először be kell melegíteni, és utána lementünk az általános iskola mögötti részre, ahol a kockató mellett volt kijelölve a pálya, és hát a legkisebbek az óvodások, és a legidősebbek a felnőttek, akik futhattak. Milyen távokon mérhették össze? Hát különböző távokon mérhették össze, mindenki az életkorának megfelelő távokon futhatott. Gondolom jól sikerült akkor a verseny, és számos dobogón álló gyermek. Illetve felnőtt vette ki a részét. Igen, hát nagy örömmel futottak, és hát nagyon mosolygósan álltak fel a dobogóra a végén. Volt azonban nektek drogéria életmód standotok is. Mit lehetett itt megtekinteni, kipróbálni, mi volt hát ez? Hát itt egészséges stand? Ételek kóstolója volt itt a drogéria életmód standon, és hát nagyon sokféle olyan egészséges dolgot ehettek akár a gyerekek, akár a felnőttek, amikre nem is gondolnak, ami egyébként a hétköznapi étkezésükben a nagy része nem szerepel. És ha mondjuk bemennek karttalon a drogériába, akkor ott kapnak segítséget, és megmutatják akár bármikor ezeket a dolgokat, és nagyon ízletes dolgok. Mondok egy dolgot, hogy mondjuk ha nem sajtos chipset eszünk, hanem mondjuk alma chipset, akkor milyen óriási különbség van. Az egyik az egészséges, a másik az nem. Tehát ugye akkor a gasztronómia az elengedhetetlen velejárója az egészséges életmódnak, ugye a sport mellett. Hát igen, mindenképpen az étkezés az egyik nagyon fontos része, akár a szabadidős, akár a versenysportnak. És itt a drogéria életmód stand mellett még vérnyomásmérés volt az embereknek, nagyon sokan igénybe is vették. Futás előtt, futás után meg akármikor, lehetett nézni kinek, akármikor, igen. És hát aki ott volt hölgy, ő tanácsot adott. Tehát egészségügyi tanácsadás igen. zajlott tulajdonképpen. Igen. Az ő meglátásait is elmondta, meg minden kérdésre nagyon szívesen válaszolt. Voltak azonban az egyéni megmérettetéseken túl váltóversenyek, sorversenyek, családok, csoportok részére. Ezek hogyan zajlottak, milyen feladatokat kellett itt megoldani közösen? Hát igen, ez a kettő, a család és a óvodás váltóverseny volt a legnépszerűbb. A legtöbben itt voltak, és a legnagyobb hangulat itt uralkodott. Hát először reggelről az óvodásoknak a váltóversenye volt, amit a helyi óvónők, a helyi óvoda szervezett meg. Tényleg itt volt a legnagyobb tömeg, a gyerekek azok ennivalóak voltak, és hát különböző játékos sorváltó versenyek voltak, ami nagyon jó sikerült. Milyen létszámot sikerült egyébként ezen napon megmozgatnotok? Hát egy olyan 250-300 fő gyerek felnőtt, aki részt vett a sportnapon. Egész sokan ellátogattak akkor. Igen. Gondolom nem kifejezetten karttalnak szólt, hanem a térségekből is vártatok vendégeket? Igen, bárkit szívesen láttunk a kis térségből, de azért az volt a tendencia, hogy a karttali lakosok, karttali gyerekek mozdultak meg. Uh-huh.
Értem. Sportverseny után pedig ugye pihenésképpen akár rajzolni is lehetett, és ebből ugye versenyt is rendeztetek. Igen, itt az iskola mellett utcai aszfaltrajzversenyt rendeztünk gyerekeknek, de ez párhuzamosan folyt, nem utána, hanem közben lehetett. És hát úgy szerveztük meg, hogy aki az utcai rajzversenyen, az aszfaltrajzversenyen részt vesz, az ne sérüljön a különböző programok látogatásában, hanem ott akkor esetleg egy másfajta bemutató volt, hogy ezek a gyerekek utána tudjanak menni sportolni, hogy ne szenvedjenek. Igen, igen, ne szenvedjenek ilyen. Nem volt átfedés közöttük. Tehát egy foci meccs, egy rajz, egy futás, igen. Egy rajz. Igen, igen, hogy mindenki odaérjen a következő helyszínre, ami neki jó esett, ahova szeretett volna menni. Értem. És akkor ugye itt a csapatjátékoknál is többféle dolog megjelentett. Futball, kosárlabda, ha jól tudom, pingpong is volt ismét. Kosárlabda nem volt, de asztali teniszverseny volt az óvodába, felnőttek részére. Voltak bemutató mérkőzések, szivacskézilabda, floorball, labdarúgás, úgyhogy nagyon sok. Tényleg vegyes volt. Összeszámoltuk, olyan 18-20 lehetőség közül tudtak választani a gyerekek. Meg a gyerekek felnőttek, mindenki a kedvének megfelelőt, meg a felkészültségének megfelelőt ki tudta választani. És ugye aztán, ha megéheztek, akkor nem csak a drogéria standon, hanem a főzőversenynél is találhattak finomságokat. Ez hogyan is zajlott? Igen, hát a főzőverseny az gyakorlatilag párhuzamosan ment az egész rendezvény alatt, és hát a tornacsarnok mögötti részen 8 csapat részvételével ment a főzőverseny. Nagyon nagy hangulat volt, és hát itt a sportolni vágyó emberek, meg a napközben sportolni vágyó gyerekek oda mentek és megkínálták őket, de ezen kívül az iskola szakácsai és dolgozói főztek, és aki sportolt, az már mehetett is ebédelni. Mi volt a menü? A menü az gulyásleves volt az iskolai konyhán. Igen, igen, igen. Mi alapján osztottátok be a csapatokat a főző versenyben? Ez egy olyan főzőverseny volt, ahol nem volt megmondva, hogy mi az, amit kimondottan főzni kell. Általában így működnek a dolgok, hogy megmondják, hogy mondjuk pörkölteket kell főzni, és akkor mindenki valamilyen pörköltet mondjuk készít. Ez az egyik variáció. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy mindenki olyat főz, amihez neki kedve van, és hát tényleg a csülök pörköltől a halász légit minden felsorakozott. Minden, igen, minden felsorakozott. És ugye aztán, ha egészséges életmód és gasztronómia, akkor ugye ebbe beleillenek az állatok is tulajdonképpen. Ennek jegyében pedig kutyás bemutató is volt ezen a napon. Ez milyen célt szolgált? Hát ez mindenképpen olyan célt szolgált, hogy a gyerekek, felnőttek ismerjék meg, hogy a kutyák alapjában hogy viselkednek különböző szituációban, és mielőtt a kutyás bemutató elkezdődött, Lados Tibor, aki tartotta a kutyás bemutatót, ő először egy szóbeli beszélgetést folytatott a résztvevőkkel, elmondta, hogy mire hívja fel a figyelmet, és utána ezt megmutatta a kutyákkal. Érdekes lehetett mindenképpen. Igen, ez nagyon, nagyon érdekes program volt. Gondolom, a gyerekek is élvezték. Igen, mindenkinek nagyon tetszett. Akár még egy ilyen kutyás bemutató, akár ha egy fél nap tart, akkor azt mondom, hogy az se sok, mert annyira élvezték a gyerekeket, és nagyon, nagyon sok okos dolgot hallottunk ott, ami akár a mindennapi életben is tudják a gyerekek használni. Hasznosítani. Igen, így igen. Van, így van. Lett volna egyébként egy freestyle pályaavató momentum is ebben a versenyben, de ugye sajnos az eső elmosta ezt a dolgot. Viszont ha jól tudom, azóta ezt a pályát használhatják a fiatalok, a gyerekek. Ezzel kapcsolatban mi az, amit el tudsz mondani? Van-e már előre látható időpont, mikorra várható a hivatalos avató? Hát ezt a kerékpár pályát magánszemélyek kezdeményezésére a települési önkormányzat segítségével és hát magánszemélyek segítségével építették meg. Ez egy kinti pálya, úgynevezett dirt pálya, ami kemény pálya, földhalmokból áll. És hát ez a pálya ott található meg hátul a szolgálati lakások mögött, onnan már rá lehet látni, ha valaki elmegy a kockatói vagy a szolgálati lakások széléig, onnan már látni lehet ezt a pályát. Hát azt szerettük volna, ha ez lett volna a pályaavató, de sajnos az eső közbeszólt. Magyarországi viszonylatban híres
BMX-esek és mountain bike-osok jöttek volna ide erre a pályavatóra. Sajnos, hát az, ahogy mondtam, az eső elmosta. Ennek majd egyeztetések után ennek fogunk találni egy időpontot. És egyébként azóta is a mai napig használhatják a gyerekek, és használják is ezt a pályát. Viszont arra felszeretném a gyerekeknek meg a szülőknek hívni a figyelmét, hogy mindenképpen úgy engedjék ki a gyerekeket, hogy legyen védőfelszerelés. Akár térdvédő, könyökvédő, fejvédő. A fejvédő a legeslegfontosabb, és előszeretettel hagyják otthon a gyerekek. Ez pedig a legeslegfontosabb, mert ott nagy problémák lehetnek, ha valaki merészebb, mint amennyire kellene. Mert ugye nem egy amatőr kis Igen. Vannak kisebb pályarészek is, ahol a kisebb gyerekek gyakorolhatnak, de én azt mondom, hogyha akkor lennék nyugodt, hogyha megyek az utcán, és az ott kerékpározó gyerekek felnőttek is fejvédőben. Pedig ott azért nincsenek olyan földhalmok, amin ugratni kellene, meg stb. De sajnos volt nem is olyan rég egy olyan eset, hogy simán kerékpározott a kisfiú, és komoly problémája lett belőle. Tehát ez erről vigyázatosság? Igen. Hát ahol olyan országokban, ahol mondjuk egy Hollandia, ahol komoly kerékpáros kultúra van, ott elképzelhetetlen az, hogy fejvédő nélkül menjenek. Igen, úgy gondolják a gyerekek, hogy égő, meg mit szólnak, meg minden, de ez nagyon fontos. És dolgozunk rajta, hogy a gyerekek ezt ne vegyék félváról. Akár osztályfőnöki órákon, akár ilyen figyelemfelhívó tájékoztatásokon, testnevelés órákon, ezt mindig elmondjuk. Értem. Terveztek-e a moccanykarttal sportnaphoz hasonló, vagy akár ilyen rendezvényt a közeljövőben, a jövőben? Hát nem sokára népzenei találkozó lesz falunappal egybekötve, legalábbis ezek a tervek, és itt elképzelhető, még ez folyamatban van, hogy esetleg sportos megmozdulás is lesz, de mondom, ez még folyamatban van, ez nem 100%, ez éppen kidolgozás alatt áll, és hát jövőre pedig ugyanígy szeretnénk megrendezni ezt a moccanykarttal sportnapot. Addig is milyen lehetőségük van a fiataloknak, a gyerekeknek részt venni a sporttevékenységben a környéken? Hát elkezdődik az iskola nem sokára, gyerekek nagy bánatára, és ilyenkor alsó és felső tagozaton egyaránt szakkörök formájában jöhetnek a gyerekek sportolni. Milyen szakkörökre lesz lehetőségük jelentkezni? Azt tudom mondani, hogy tavaly milyen szakkörök voltak. Voltak az alsó tagozaton szivacskézilabda, felső tagozaton volt labdarúgás fiúknak, lányoknak külön, volt asztalitenisz, volt tollaslabda, volt atlétika, volt unihoki, floorball szakkör. Remélem nem sértődik meg senki, ha most kihagytam valamit, de rengeteg lehetősége van a gyerekeknek délutáni elfoglaltságként iskolai sportszakkörre jönni. Ezek ingyenes vagy térítés ellenében? Ezek az iskolán belüli szakkörök, és ezek ingyenesek. Teljesen ingyenesek, értem. Testnevelő tanárként még a nyár fennmaradó részére mit üzennél a diákoknak, a fiataloknak, vagy akár a szülőknek, a felnőtteknek? Hát mindenképpen azt, hogy vigyázzanak magukra, legyen a kerékpáron védőfelszerelés, mindenki óvatosan bánjon ezekkel a dolgokkal, meg az, hogy sportoljanak minél többet, hogy minél egészségesebb nemzedék nőjön ki. Tehát akkor a tévénézőinek is azt üzenjük, hogy mindig folyamatosan az egészséges életmód érdekében óvatosan, de moccanjanak. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm szépen a meghívást. A sportnapon készült fotókat megtekinthetik a www.kratosport.lapunk.hu honlapon. A jövőben heti rendszerességgel minden szombaton új témákkal várom Önöket. Önök a Porta 8. adását látták. A viszontlátásra!